Nagyapó a vizsgálaton Pistának vizsgálata volt. Kérte nagyapót, hogy menjen el az ő vizsgálatára. Hát nagyapó el is ment. A vizsgálaton sokan voltak. Nagyapónak már alig jutott szék. Odaült hát nagyapó a hatodik pad közelébe, Pista mellé. Megindult a vizsgálat. Felel a Pista gyerek minden tárgyból takarosan. Hanem mikor a rajz következik, megijedt Pista, de megám, mert lám a tanító úr így szól a gyerekekhez. Vegyetek elő papírost, körzőt, vonalzót. Valaki házat akar építeni, de olyan házat, amelyikben három szoba négy szögletes, egy megkerek. Milyen lesz annak a háznak az alapja? Jaj, nagyapó, mondja Pista, most vagyok ám sehogy se. Otthon felejtettem a körzőmet is, meg a vonalzómat is. Zavarában kiverte a melegség a gyereket. Bezdeg bakarta a fületövét. Ne búsulj, súgja a nagyapó. Hajzsdözte az egyik rajzpapírosodat kétszer-háromszor. Pista úgy tesz, hát csak ugyan vonalzó lett a papírosból. Hát a körző? A nagyapó előveszi a penicilus kését. Olyan kés volt az, hogy négy ágra is nyilott kinyitja nagyapó a két végét, és egy darab ceruzát rátűz az egyik késre jó erősen, és oda csúsztatja Pistának. Hát olyan körző volt az, hogy jobb se kellett. Bezdeg más gyerek, aki otthon felejtette a körzőjét, vonalzóját, nem tudta a házalapot megrajzolni.